Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Megköszönöm Viki gyönyörű bevezetőjét. És így kezdetben egy picit zengessük meg az Omnám mantrát közösen hétszer. Om. Köszönöm szépen. Egy időben érdekelt a vallástörténet, a mitológia, a különböző összehasonlító tanulmányok. Ebből azért pár év alatt kinőttem. Rájöttem, hogy az összehasonlításra semmire sem megyünk. Egy valami föltűnt, hogy Mind Jézus, mind Mohamed, mind Mózes életében rengeteg homályos pont van így a múltba visszatekintve, és óriási az ellentmondás a szervezet és a szervezeten kívüli narratívák között. Hogy ezek a nagyon komoly ábrahámita vallás alapítók kik voltak, hogy éltek, hol jártak, mit tanítottak, ebből mit írtak le, ebből mit lehet elhinni, ha egy kicsit belekaparsz ebbe, akkor hihetetlen ellentmondások vannak, ezért emberek milliói haltak meg. Sákjamuni Buddha, azaz Gótama Siddharta esetében nem találsz ilyen ellentmondásokat, és talán azért, mert soha, de soha nem akarták Istennek nyilvánítani. A küldöttének sem, a helytartójának sem, a szavai birtokosának sem. Miért? Mert pontosan azt a tanítást adta az akkori hinduknak, amire a legkevésbé vágytak, hogy az az attribútumokkal dúsított egyszemélyes szakállú az úgy, ahogy te hiszed, az úgy nincs. Ez volt az anátmantana, hiszen az átmabrachmant már e, rogyásig specifikálták és definiálták, és Hát ahhoz, hogy te haladhass az úton, mindenféle akadályt el kell hárítani. Az, hogy a Teremtőnek önmagának legyen neve és formája, az az egyik legnagyobb akadály. És ezért az Anátman, vagy Anattá tanát nyilatkoztatta ki, miért? Mert ezt tapasztalta, hogy az az Isten kép, ahogy te hiszed, az nincs. Ha van élményed és tapasztalatod, akkor arról beszélhetsz, de nem érdemes, inkább használd. Minden szó, amit kiejtesz egy transzcendens, egyévvállás tapasztalatról, az már önmagában hamis. Ezért szoktam mondani, hogy az égszerelmére ne a szakácskönyvet edd meg, hanem az ételt. A buddha azt mondta, nem vagyok Isten, nem vagyok szent, pusztán éber vagyok, ember vagyok. És ez a felébredett ember a cél. Az egyé vált tudat a cél. A gondolkodás előtti, teremtés előtti tudat a cél, mert ebből az következik, hogy végre tapasztalod azt, ami benned a teremtő. Ezzel azt is tapasztalod, ami másban a teremtő. Semmi más dolgunk nincs, mint hogy ezt tapasztaljuk, és ekkor tudjuk igazából tisztelni és elfogadni egymást. Előtte nem. Előtte doktrinákba, történelemképekbe, mítoszokba, egyéb önképekbe kapaszkodunk, és amikor ezek nem egyeznek, akkor elkezdjük itt. Hát te nem azt gondolod, mint én, akkor nem szeretlek. Az elmúlt 2500 év. Kevés kivételtől eltekintve olyan gyermekek játékához hasonlít, mint akik boldogan egy égő ház kellős közepén önfeletten játszanak valamivel, amiben épp kedvüket lelik. És ezért egyáltalán nem látják, hogy a házon kívül mi van, a házzal mi van, és hogy mindjárt rájuk omlik az egész. Ez a nézet, hogy az emberek olyanok, hogyha csak érzékszerfesz kötött lény vagy. Mint az égőházban játszadozó gyermekek, ez nem egyenlő az apokaliptikus víziókkal. Az arról szól, hogy ugye a nyugati kereszténység szerint, hát itt nagyon hamar vége lesz mindennek, ez Krisztus után pár száz évvel is volt, ezer évvel is volt, utána is volt, most is van, vannak akik ezt hirdetik, és csak nem következik be. Csak megyeget még az a flipper golyó a különböző karok között, úgy neki megy egy ilyen színes rugósnak, tring, és akkor pár évig jól vagyunk, utána neki megy egy ilyen sötét falnak, bum, háború van. Tehát játszogatunk a karmánkkal, és egyszer csak azt hisszük, hogy ennek vége lesz. Páran nagyon is szeretnék, hogy vége legyen. De amíg nem vagy birtokában az alfának és az omegának, tehát nem tapasztaltad igazi önvalódat, addig valójában nincs uralmad a karma fölött, ezért elkezdeni sem tudsz, és befejezni sem tudsz érdemben semmit. Ki tud tényleg ültetni a kertben? Ki tud hatékonyan gyomlálni a kertben? A kertész. A kertész, aki a tudása, tapasztalattal, tapasztalata, odaadása nyomán belátást, cselekedetet, uralmat és egyebet gyakorol a kert fölött. Tehát egy év vált a kerttel és annak működésével. Szanszkritul elsajátította a kert tatváját. Azt a fajta speciális működést, ami a kerté, és ezért tudja, hogy mikor, mit, hogy kell vetni, fölnevelni, utána leszületelni. Érdekes, hogy az emberiség annyira nem ismeri önmagát, hogy a lehető legtöbb téves nézet pont a születés és halál köré összpontosul. Ezzel én is szembesültem két hete és egy napja. Tehát, hogy milyen élmény az, amikor megszületik a gyermeket, és hogy addig te mit tudtál róla? Úgy, hogy én két orvos orvosszülő gyermeke vagyok, úgyhogy el voltam látva azért latinbetűs diagnózissal a vacsora asztal fölött elég sokszor, fordítottam boldogult apám leveleit, bejártam édesanyám rendelőintézetébe, ahol ő dolgozott, és láttam a munkát, és mégis az, ami, ami akkor ér, amikor tényleg testet adsz a feleséged segítségevel egy gyermeknek, az leírhatatlan. A zen által a belső kicsi buthádat nevelheted. Én 28 évig neveltem szerzetesként a kicsi buthámat, amíg úgy nem döntöttem, hogy hát akkor legyen egy külső is. Ennek a hatása olyan, mint amikor két malomkő közé berakod az énedet, és az addigi önképedet és nézeteidet a belső kis buthád és a külső kis buthád apróra őrli, porhanyósra. Tehát, ha leraksz egy tárgyat, és csak az egyik oldaláról világítod meg, akkor a másik oldala árnyékban marad. Hogyha pontosan egymással szemben raksz fényforrásokat, az árnyék az a nulla felé közelít. Ha jól csináltad, nem is lesz árnyék. Viszont bírni kell a fényt. Bírni kell azt a látást, amit magad, a párod, a családod és a csoportod ad. És ezt nehezen szoktuk bírni, mert mindenkinek kell az a kis magánszféra, ahol te úgy magad vagy, aki szokásaiddal, pékén hagynak. Aztán rájössz, hogy előbb-utóbb enni kell. Dolgozni kell, ki kell lépni a világba, bírni az összes többi ember húsnya karmáját, és akkor rájössz, hogy veled ugyanez a feladat. A többi embernek ki kell bírni a téged, együtt kell működni, és milyen szinten tesszük ezt? Ezt bizony tudatosságunk mértékében, tudatszintünkhöz méltóan tesszük. Ez igaz bizony a születésre és a halára is. Nem tudom, álltál-e már haldokló ágya mellett? Van, aki fél, van, aki dühöng, van, aki gyenge, van, aki erős, van, aki remél, van, aki már fél lábbal a túlvilágon van és mondja, hogy mit lát. és itt tudatszintnek, tapasztalatnak megfelelő módon lépsz ki a testből. Mindaddig, amíg keresztül nem mész rajta, lehetetlen elgondolni, hogy az milyen. A gyakorlatunk egyik mellékhatása lehet, hogy belátod a test és a lélek egymástól való függetlenségét. Hogy az egyik nem egyenlő a másikkal. Ugye a lélek fölveszi a testet, nagyjából fogantatáskor kezdődik a helyfoglalása gyorsan szaporodó sejtenyészetben. És ez a helyfoglalás véglegessé válik, amikor apuka elvágja a köldögzsinort. Összefortunk, mint test és lélek, ez a dzsívátma, a jíva és az átma együtt. Ekkor élünk ezt a fajta életet mindaddig teljesen nem értjük, és nem értékeljük, amíg a szele meg nem csap. Legalább egyszer. Ezt legelőször veszteségek formájában szoktuk átélni. Elveszítünk valakit vagy valamit, aki addig olyan szorosan kötődött hozzánk, hogy amikor a veszteség megtörténik, azt érezzük, hogy a szívünkből kitéptek egy darabot. Vagy hogy testünk egy részét leszakították volna. És az első ilyen veszteség az, ami ráébreszt arra, hogy Úristen, ez is az élet része. Aztán, ahogy cseperedsz, azt is látod, hogy enélkül az élet nem tudna értékes lenni. A mulandóság, feltételhez kötöttség és eredeti tulajdonságok nélküliség, ez az élet sajátja. Enélkül ebben a téridőben semminek nem lenne értéke, sőt értelme sem. És ahogy a halált a szintünknek megfelelően éljük át, ugye a születést is. Látsz olyan születéseket, amelyek a halás szélén következtek be. Olyan kockázatok, olyan veszélyek merültek fel. Miért? Hogy keletkezett ez? Miért ő ment ezen keresztül? És látsz olyan születéseket, amelyek olyan simák, mint amikor egy gyönyörű mozdulattal egy poharat leteszel egy tárcára, és megtöltöd vízzel. És ott a lélek a testben. És kilép az anyaméből, és gond nélkül, pontosan annyi sírással, torzítatlan arccal megszületik. Ahogy kell. Vegyük észre, hogy a lejövettel születés, és a felmenetel halál két rövid bardója a legmeghatározottabb, a legsérülékenyebb, és leginkább így a karmának kitett. A legkevésbé vagy ura ennek. Emlékszel, hogy hogy születtél meg? Emlékszel, hogy az előző életed végén hogy haltál meg? A legnagyobbak, csak a legnagyobbak emlékeznek erre, és ők se beszélnek róla. Úgyhogy a tiszta tudat mindenek felett, a köztes lét négy állapotában ezt tudom javasolni, mert alább nem is adnánk, ne adjuk, fője meg nem nagyon lehet menni. Tehát az élet és halál körforgásában a testen kívüliség hosszú, a testben lét szintén relatíve hosszú, és a lejövetel felmenettel két relatíve rövid köztes állapot. Ez a négy fő állapota a köztes létnek, Tibetül-Bardónak. Hogy tudod megtartani a tiszta tudatot mind a négyben? Erre vonatkozik a kínai kobong zenmesternek az egyik konja. A legmélyebb, álomtalan alvásban hol van az igazi mester? Erre találd meg a választ. Kinek van kérdése? Hallgattam egy darma beszédet, és utána voltak kérdések, válaszok, és az egyikben azt mondtad, hogy mikor először voltál elvonuláson Amerikában az első 90 naposodon, jól emlékszem? Kétségbejtően jól. Ezek Igen. után nem tudom, mit mondhatnék. Oké, okay. akkor azt mondtad, hogy mikor tettetek egy túrát vagy kört és visszatértetek a templomhoz vagy ahhoz az épülethez, akkor te úgy tudtál ránézni, mintha először láttad volna. Döbbenetes, és ahogy mondod, előttem van a kép. Igen. Nálam ez többször előfordul, hogy én úgy tudok dolgokra ránézni, mintha először látnám őket, de a, a tudatom tisztátlansága miatt megijedek ilyenkor. Nézd, ilyenkor megijedsz az átmenet információ hiánytól, mert az elméd mihelyt ráébred arra, hogy ezt tudnom kéne, hogy micsoda, de még nem tudom, azt hiszed, hogy valami amnéziád van, Igen. valami emlékezett kiesésed van. Hát ez nem így van, a projekciók szüneteltek egy kicsit. Tehát a narratíva éppen nem dobta a filmet 24 képkocka per másodperc sebességgel, megállt a film, egy képkocka ki van merevítve, se előtte, se utána, semmi. Na, ezt hívta Nietzsche úgy, hogy alles hogy mindent elfelejtesz. Igen. Igen ám, de azt, hogy alles vergeszzen, azt nem azt felejtjük nem. el. És akkor jön az ijettség. Az ijettségről le lehet szokni. Hogyan? Úgyhogy azt mondod magadnak, hogy ez normális. És a kérdés lesz az áthidalás, a nem gondolkodom, és a helyesen tudom állapota között. Javaslom, hogy amikor ebbe az áldott gyönyörűségbe te belépsz tudatilag, akkor egyrészt tud, hogy olyan vagy, mint azok a gyermekek, akik újra gyermekek lettek, és így be tudnak lépni a mennyek országába, és megkérdezed, hogy mi ez. És a mi ez hívására az elméd, mint jó szolga, azon nyomban hozza az emléket hozza az összes élményt, polaritást, akaratot, mindent hoz. De hogyha te vissza tudsz lépni a gondolkodás elé, és sem a hatos fogalomalkotó, sem a hetes megkülönböztető, sem a nyolcas tárház emlékező tudat nem macerálja a közvetlen élményt, azért hálásnak kell lenni. Világos, hogy ezt nem az iskolapadban, vagy egy igazgató tanácsi teremben, vagy még tolmácsolás közben szokta elkövetni az ember, hanem az igazi szabadidődben, amikor az elmének szabadságot tudsz adni, hogy menjen nyugodtan oda, ahonnan ő jött. Magyarul nem kell mindig szétgondolkodni magunkat. Nem muszáj, hidd el. Rengeteg energiát pazarlunk el. Onnantól kezdve, hogy te megtapasztalod a gondolkodás előtti tiszta tudatot, onnantól kezdve az elme valami mást szolgál, mint önmaga. A gondolatok nem a saját abszolút fényük, narcisztikus nedvében szeretnének úszni és fürdeni. Okay? Tehát az elme relativitása az az a dolog, amiről Immanuel Kant szeretett volna beszélni, hogy az ész trónfosztása. Na, de mire megírta, már erősebb trónja lett az észnek, mint annak előtte. Ilyen vastag a könyv. Az ész egyetlen mozdulat. ha kell, gondolkodj. Ha nem kell, ne gondolkodj. És ekkor már az elme valami más szolgál, valami nagyobbat, mint önmaga. Soha az életben nem lesz egyetlen gondolatodnak sem abszolút értéke, magyarul, csak neki van igaza. Minden gondolatnak helyi értéke, használati értéke, világos eredete és vége van. Sőt, kapcsolódása más gondolatokhoz. Ennek mi a következménye? gyorsabban, könnyebben gondolkodsz, és könnyebben is kapcsolod ki. Tehát nekem az volt az első nagy benyomásom, főleg ebben az időszakban, hogy én tényleg nem értettem ezt a nem tudomot, csak láttam, hogy ilyen nagyon nyugodt és harmonikus emberek vesznek körül, akik ezt gyakorolják, és mondom, hogy ha ez nekik is, akkor talán nekem is. És a másik döbbenetes tapasztalatom az volt, hogy akik ezzel a relativitással foglalkoztak, és megtudták tapasztalni a gondolataik eredetét és enyészetét, azok ugye a legintelligensebb csoportba tartoztak, akiket én valaha láttam a Földön. Oké? Okay? Tehát ez az az elképesztő ellentmondás, vagy paradox, amivel együtt kéne tudnunk élni. Ha megtalálod azt, ami a gondolatokon túl van egyszer, mint innen van, jobban fogsz gondolkodni. Jobban megy az elme munka. Nem lesznek ezek a berögződöttségek, hogy ez csak így lehet. Tehát jobban tudunk itt teremteni is. Köszönöm szépen. Szívesen. Egyéb kérdés itt? Én egy lassan három éves fiúnak vagyok az anyukája. Gratulálok. És uh, eddig olyan magabiztosnak éreztem magam az anyaszerepben, hogy uh, azt éreztem, hogy tudom, mi a feladatom. Szeretem, táplálom, és és elkezdett. már régebb volt a beszél, de kérdez, és gondolatai vannak. És most így elbizonytalanodtam benne, hogy hát ezt, most jött egy ilyen érzés, ezt el lehet rontani. És, és Elmondott, hogy apuka hol van a képben? Ö, ő. Hogy hol van a képben? Igen, hol? Otthon. Együtt éltek. Együtt, igen, igen, igen. Nagyon jó akkor most jön apuka. Tehát, ha megnézed a jint és a jangot, vagy a prakritit és a purusát, akkor minden ilyen tradicionális rendszerben a nő az tényleg a testit, az érzékszerfesz kötöttet jelentette, sőt, azt is táplálta a gyerekben, mert ezért a mai napig itt akárki akármit mond, az anyának van anyateje. Tehát most bármit lehet tenni, az apának apateje az nem lesz. Tehát felejtsük el. Bár urak, vigyázzunk, mert a tejmirigyek maradványai ott vannak. Ez óvatosan. Tehát a férfinek, az apának a mentális és energetikai lenne a szerepe, az anyának pedig a fizikai és energetikai lenne a szerepe, hogyha ezt elvállalja. A szüléssel el is vállalja. És amikor a gyerek így mentálisan elkezdi kinőni magát, akkor az apuka dolga. Anyuka ott van, és adja az érzelmi hátteret, ha okos nem szól bele, csak utána apával megbeszéli négy szem közt, hogy biztos, hogy ezt akartad neki tanítani? Uh -huh. De a gyerek előtt nem vitatkozunk. Az én szüleim se vitatkoztak előttem soha. Tudod, mit ad ez a gyereknek? Magabiztosságot. Mert a benne lévő apa és anya nem vitatkozik odakint. Sőt, együtt van. Folyamatosan együtt van. Lelkileg biztos. Aztán fizikailag, ahogy adja. Tehát ilyenkor apukával le kell ülni, és azt mondja, most már te jössz, megszülted, szoptattad, pelenkáztad, kibírtad, hogy üvölt, kibírtad, hogy nem asszol, kibírsz egy csomó mindent, és amikor jön ez a mentális rész, és addig apuka szolgálta anyukát és a gyereket, akkor már azért apának is lesz szerepe, és tessék a család fő pozícióját helyesen meglátni és betölteni. Ez nem azt jelenti, hogy uralkodunk a családunkon, mint döbrögi. Nem. Hanem a férfi a mentális részét, a nő pedig az érzékszervhez kötött részét tegye a dolgának. És ekkor a gyerek boldog azért boldog, mert mindenki tudja a feladatát, és mindenki el is végzi. Az ő feladat az, hogy fejlődjön. Nyíljon ki a világra, találja meg az útját, kövesse el a hibáit, és javítsa is. Ugye apukát tessék aktivizálni. Édesapa aktív. Um, az a kérdésem, hogy akkor például ha az óvodából majd egy problémával, akkor én irányítsam őt az apukájához. Bizonyám. És, igen. Azonban. Tedd meg nyugodtan, és aztán te ott teszel-veszel a háttérben, és hallgatod, ahogy uh -huh. apa és fia beszélgetnek. Köszönöm. Szívesen. Ott. Lábjegyzet. El kell döntened, hogy a te dolgod-e annak a megválaszolása, hogy az apáé. Hogyan döntsem el? Általában már a gyerek születése előtt egy jóházas pár esetében, egy részben kimondott, részben kimondatlan munka megosztás van, hogy ki milyen életterületet vállal. Tehát, hogyha a gyermeked éppen az illatokról kérdez, lehet, hogy anyuka szakterülete lesz ez, hogyha éppen a golyós csapány működéséről, az pedig apuka szakterülete. Meg kell választani azt, hogy mikor a te dolgod annak a megválaszolása, és mikor apáé. És hogyha ezek a megosztások egy egészben szépen illeszkednek, akkor a gyerek nem érzi azt, hogy most egyik ablaktól a másikig dobták, hogy akkor itt büróznak vele a szülők. Tehát el kell tudni ismerni, ha te épp azt nem tudod. És hogyha apa se tudja, akkor leültök hármes és így mosolyogtok egymás, hogy bizony, édes fiam, van a világnak olyan része, amelyet egyikünk sem ismer, kutassuk fel közösen. Úgyhogy nem kell, sőt nem szabad negatív érzelmi reakciót adni arra, hogy nem tudod. Vagy ő nem tudja, vagy uram, bocsá, hogy a gyerek megkérdezte. Van erről egy régi vicc. Elmennek az erdőbe sétálni családostól a városi lakók. És a fia az apának folyamatosan kérdez. Apa, ez milyen virág? Nem tudom, fiam. Az milyen fa? Nem tudom, fiam. Na, ott elrepült egy madár, az milyen fajta? Nem tudom, fiam. A papa, ott van egy négy lábú. Az milyen névre hallgat? Nem tudom, fiam. Anya oda szól. Hagyd már, fiam, apádat, ne zavard sét a közben. Apa visszaszól. Hagyjad, anyjuk, így tanul a gyerek. Tehát <laughs> erre figyeljünk. És ha olyasmi van, amit érdemes közösen kikutatni, hát manapság egy enter gomb és minden ott van. Viszont ha nem, akkor tessék felhasználni a helyzetet arra, hogy a gyerek figyelmét valami magasabb rendűre irányítsd. Miért? Mert véges az időnk. És fölnőttek. Pillanat alatt fölnőnek. Tehát olyan gyors az egész, hogy az valami hihetetlen. Hát, aki csak gyermeket hozott a világra, visszaigazolhatja, hogy az első radikális változás az időélményben, az, amikor megszületik. Megváltozik minden, mert megváltozik a tered, az időd, a lelked, a karmád, minden. Ezt jobb, ha tudatosan érzékeled, és belül engeded, sőt, irányban tartod. Ha nem engeded, nem is tudod irányban tartani. Oké? Okay? azt a hajót nem lehet kormányozni, ami kötéllel ki van kötve a kikötőben. Muszáj kifutni a nyílt vízre. És a születés az ez. Rendkívül rövid az időnk. Pillanatok alatt eltelnek az évek, és a nevelhetőség az az idővel így fordítottan arányos, hogyha megfigyeled. Az, amit leraksz, az első évben az asztalra jelenlétből, kapcsolatból az az alapja mindennek. Az első év. Már a pocakban töltött 9 plusz egy hónap is, de itt még van egy kis kegyelmédő, de utána, hogy megszületett, nincs alkú. Nem lehet megmagyarázni a gyereknek, hogy miért öt percre látod naponta. Magyarázkodásból nem lehet megélni. Nem helyettesíti a tényeket, és nem ment föl az ok- és okozat következményei alól. Oké? Okay? Itt tessék hozzá. Köszönöm. Szívesen. A családunkban a két nagyobbik fiam, ma küzdünk olyan dolgokkal, hogy hát itt három kategória van. Egyrészt a káromkodás mutogatás, az egyik a visszaszólás, a másik az az egymás csépelése, és a harmadik pedig a a, hát a militarizmus, ezt nem tudom jobban mondani, tehát a fegyverek, kardok, egymás, meg már, bárkinek a, a lelövések, a szabolása, stb. Persze képletesen. De hogy egy régebbi darma beszédben hallottam azt, hogy, hogy, hogy vonjuk ki az energiát ebből. Tehát, hogyha egy gyerek mondjuk rám... Ne általánosítsunk, az a régebbi darma beszéd, igen, nem erre a kérdésre volt a válasz. Tehát, én, én, Nagyon fontos. Igen. Itt nem tudod kivonni az energiát belőle. Itt megfelelő irányba tudod fordítani, ha van merszed hozzá. Hány évesek? Hét és majdnem öt. Fantasztikus. El kell vinni őket egy ilyen militári táborba. Sokkal idősebbek lesznek ott a résztvevők, de vannak már ilyen honvédelmi felkészítő, kicsit a katonáskodás népszerűsítő, nem cserkész táborok, és itt nagyban és erősen meg lehet nekik mutatni, hogy ez micsoda. És ha ez nekik kell, akkor csinálják rendesen. Tehát nem tudod megakadályozni, hogy kaszaboljanak, hogy ezzel játszanak, hogy káromkodjanak, mert ezt szedték össze, ezt ilyen gyorsan összeszedik különböző emberektől, médiából, helyzetekből. Nem. Azt tudod megtenni, hogy mikor és milyen körülmények között. Tehát, hogy édes fiam, most nem káromkodunk, fél óra múlva kimentek az erdőbe, ott lehet verekedni, káromkodni, nyugodtan, hogyha összekaszaboltátok egymást, gyertek haza. Tehát ezt meg kell engedned egészen addig, ameddig nem lesz ön- és közveszélyes. Tehát tapasztalják meg ezt, és ez a másik szélsősége a dolgoknak, egy kicsit engedőket túlozni. Enged, hogy túlvezéreljék és akkor végre hibát követnek el úgy, hogy abban nem pusztul bele senki, de legalább lesz mit javítani, és nem te leszel az aggódó rendőrbácsi odahaza. Tehát ezt tudatosan meg kell tudni csinálni. Ez nem a tékozló fiú mitosza, értsük meg. Ez a felnőtté nevelés már egy olyan időszakban, amikor nem tudod őket így csak gyerekeknek megtartani, holott 5 és 7 évesek. Úgyhogy ha az energiát nem tudod kivonni, akkor állj az élére. És tegyenek bele még többet. Tehát, hogyha mondjuk valamit mondok neki, hogy ezt ne csinálja, vagy azt csinálja, vagy mondjuk megyünk hazajátszottéről, és visszaszól egy olyat, hogy. mint a kocsis, uh -huh. akkor akkor a helyes vagy a középút az, az lenne, hogy ezt jelzem neki, vagy pedig statikus maradok, és. és Kettő között. Kettő közt. A statikus itt azért nem elég, mert ő nem felnőtt. A felnőtt az észreveszi a csendet, a gyerek nem. Még nem. Feltételezem, hogy neked szól vissza. Jó. Akkor el kell mondanod neki, hogy apáddal így nem beszélsz. Mással beszélsz így. Hozok neked valakit, akivel így beszélhetsz, de velem nem. Nem érted a helyzetet és a kapcsolatot. A helyzet az, hogy egy család vagyunk, a kapcsolat az, hogy én vagyok az apád, te pedig a fiam. Kölcsönös tisztelet a viszony. És ha te ezt nem érted, akkor megtanítom neked azt, hogy hol lehet úgy beszélni, ahogy most velem szeretnél. De mivel méltatlan, ezért nem engedem. Belülről ezt erővel, együttérzéssel, szilátsággal ki kell tudni mondani. Meg kell tudni tétetni vele. Miért? Te vagy a nagy, erős apa, és ő a kicsi gyermek. Ha a gyermek karmája erősebb nálad, valamit nem vettél észre. Valamit nem hoztál magadban középre. Oké? Okay? És még egy részkérdés, hogy a, a a, a, testvérek egymás közötti viszonya, mert ez is egy félelem. Ugye attól félünk az, anyával, anyjával, hogy felnőnek, és nem fogják szeretni egymást, ha már most így ölik egymást. Dehogy nem. Ó, te! Tudod, hogy mikor nem szeretnék egymást? Hogyha elhidegülten egy-egy szobában, úgyhogy nem is beszélnek egymással, hónapokig úgy el vannak. Ez a kölyök kutya harc, ez, ez akkora bajtársaságba át fog menni. Én rengeteg példát láttam erre. A pozitív érintkezés az, hogy állandóan simogatják egymást, a negatív az, hogy állandóan ütik egymást, és a kettő közt a váltás még fiatalkorban ennyi. Nagyon gyors. Ha nem érintkeznének, nem beszélnének egymással, nem kontak, akkor lenne baj, hogy elmennek egymás mellett később, amikor szükség lenne a másikra. Szükség lenne az összetartása. Nyugodtan püföljék, csak szépen, amíg nincs vér a padlón, az rendben van. És a nyakukra akkor ne járjunk állandóan. A, nem, nem. Amíg nem károsítják tényleg egymást és a környezetüket, addig hadd harcoljanak. Ez mind korábbi karma. Tehát az első hét év az szinte milliméter pontosan az automata pilótája az előző életeiknek. Tehát csak terelni tudod és mederben tudod tartani, de érdemben megakadályozni nem, nem is szabad. Jó? Köszönöm. Szívesen. Ha már megszületett a megértés azzal kapcsolatban, hogy milyen, tehát hogy milyen szülői, szülő által okozott trauma, milyen téves nézeteket, téves azonosulást okoz, ha erre már megvan a rálátás, de nincs meg az eszköz, hogy eljussak a megbocsátásig, a valós, szeretetteljes megbocsátásig, akkor mit csináljak? Amíg nem éves... haladtad meg a traumát, amíg ez még benned énesül, addig nem tudsz megbocsátani. A megbocsátásnak a kulcsa, a meghaladás, amelyben látod azt, hogy ez a trauma teljesen teremtett, szülő és hozzászületett gyermek által teremtett, kétpólusú legalább van, amikor három. Tehát anya, apa és gyerek. Nem csak az egyik szülő és a gyerek. Ennek a teremtettségét az összes résztvevő tudat oldaláról be kell látni, világos, hogy a teremtett az az általad végrehajtott mozdulat miatt nem lehet csak a másik fél, vagy a másik két fél hibája. Tehát az az alap, hogy egymáshoz születünk. Nincs véletlen. Senki sem csak passzív elszenvedője annak, ami épp őt éri. Ahhoz ott kellett lenni abban az időben azon körülmények között. Tehát az a 0,1 az azt jelenti, hogy Senki sincs rossz helyen rossz időben, mert a karmád vitt. Ha láttad, ha nem. Tehát amikor a saját oldaladról is belátod, hogy te hogy járultál ehhez hozzá, és belátod azt is, hogy a szülő vagy szülőpár hogyan járult ehhez hozzá, akkor tudsz igazán együtt érezni, és belátni azt, hogy hát ők tudatilag csak eddig terjedtek. Nekik erre futotta. Ők nem tudtak többek lenni, és tudatosabbak, és kevésbé önzők lenni. Ők csak ezt tudták. És ez az együttérzés az, amikor belátod az ők kényszeres teremtésüket, és a sajátodat, amely a meghaladásnak az előszobája. És hogyha nézed egy ideig ezt a belső szennyeződés, vagy szanszkárát szanszkritó, akkor egy idő után ki tudod belőle vonni az energiát, itt kell erre visszatérni. És amikor mind az elméket, mind a karmát üresnek látod, nem mozdulónak, akkor lehet megbánni és megbocsátani egyszerre. Én javaslom, hogy a kettő úgy sűrű egymás utánban történjen. Hogyha megbocsátok a másiknak, de én nem bánom meg a saját részemet, akkor újra fogom termelni. Ha én megbánom a saját részemet, de nem bocsátok meg a másiknak, akkor megengedem, hogy ő újra termelje. Érted? Mert az azonosulást nem vettem ki belőle. Tehát mihelyt az azonosulás megszűnik, a karma gyökere elszárad és ö, elpusztul. Le tud bomlani onnan tudod, hogy egy karma lebomlott, hogy megemelkedett az energiaszinted, és újra képesnek érzed magad. Oké? Okay. És tudsz ezzel kapcsolatban nekem praxisbeli tanácsot adni, hogy mit gyakorolják? Házi feladatot kérek szépen. A házi feladat az, hogy amit ma gyakoroltál, azt nagyon sokszor. Minden instrukciót tudsz. A 11-kor elhangzott nagyrészt számotokra érthetetlen szótagsorok, énekek és mantrák, ez a max. Tehát ha ezt te megtanulod, 30 év múlva is ugyanez lesz. Leborulás, éneklés, ülés. Ezt ma mind megtanultad. Magyar család ellátogat egy nagyon esős nyáron a Buckingham palotába, és emberünk kertész. Nézi-nézi azt a másfél centis híres angol füvet, azt a pázsitot, még egy makulátlan tehát így nem látod a Földet. Olyan, mint hogy valamilyen szürreálisan sűrű, egyenletes, egyszerűen szuperlatívuszok. Arra jön a Buckingham Palota kertésze. Vendégünk megszólítja, hogy elnézést, lehet egy szakkérdésem, egész nyugodtan. Nekem is van egy otthon, de nem ilyen. Én elvetettem, kikeltettem, utánvetek, ha kell, nyírom, gyomlálom, öntözöm, gondját viselem, de nem ilyen. Mi a titok? Erre a Buckingham palota kertésze rezzenéstelen arccal válaszolt. Nézze, uram, mi is, ha kell, utánvetjük, nyírjuk, gyomláljuk, öntözzük, tehát gondozzuk, de már 600 éve. Nincs más. Erre szoktam mondani, nincs csoda, csak elvégzett munka. De azt az elvégzett munkát egyszerre pillantod meg az eredménysíkon, azt mondod, hogy ú, de csodás. Semmi több. Úgyhogy gyere gyakrabban, és kész. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Hogyan lehet azt a legkönnyebben kiküszöbölni, hogy ne intellektualizáljunk, vagy ne ilyen mentális síkon próbáljuk megérteni. Kalapácsa. Hát az a legkönnyebb. homlok lebenyen vered magad, egy mozdulat, megoldottad az összes problémát, könnyen, gyorsan. Na most, ha nem a könnyű út érdekel, hogy a homlok lebeny megmaradjon, akkor kezdjen gyakorolni, és akkor szépen energiádat visszavezéled a tantiembe, homlok lebenyben már csak az jut, ami nagyon kell, ugye? És akkor ha gondolkodsz, akkor gondolkodsz, ha nem, akkor meg nem. Tehát ez azért hosszú praxisám, hogy azt a zsákutcát, amit a homo sapiens, sapiens idáig tartott, aztán itt meg is állt, nagy részt, hogy gondolkodom, tehát vagyok, Kartézius mester, ezt minek kellett kimondani? Hogyha ez igaz lenne, hogy gondolkodom, tehát vagyok, akkor ebben a pillanatban, amikor senki nem gondolkodik, csak a csapást hallja, mindenki meghal és szerencsére nem ez történik. Tehát ebből a zsákutcából, az előbb beszéltem az elme önmaga kőkemény tévedéséről, amikor abszolútnak gondolja önmagát és gondolatait. Hát ez az a vaskemény önkép, amilyen titánium ego egókéreggel le van zárva, és önvalójához nemhogy nem fér hozzá, el se tudja gondolni, hogy a gondolatain kívül van valami más. Ez az, amikor a halászháló összetéveszti magát a tengerrel. Gondold el? Úgyhogy nincs könnyű és gyors útja. Ez a látszat. Remélem, hogy a mai nap nem ezt a látszatot keltette benned, hogy a zen az egy könnyű és gyors út. Abszolút nem. Nagyon jó. Megkönnyebbültem. A házi feladat pedig az, hogy gyakorolj. Itt is, ott is, amott is. Magán, kis csoport, nagy csoport. Magát a kérdést, hogyha rákérdezek magára a jelenségre, amit mondjuk testérzet szinten érzékelek, azt is itt kell valahol éreznem, vagy innen Azt, Azt, hogy jönni a testérzetekre kérdezel rá, az egy másik iskola. Tehát a zen az alapvetően az eredeti tudatra irányuló kérdéssel indít, hogy mi ez? Mi ez, ami lát a szememmel, hall a fülemmel, érez a szívemmel, gondolkodik az elmémmel? Tehát mi ez? aminek a helyére nagyon sokszor az énedet helyettesített be. Oké? Okay. Köszönöm szépen. Ó, hát itt még nem végeztünk. Ez az úgynevezett tárgyatlan kérdés, mert akármi történik, akármilyen válasz jelenik meg, azt elengeded. Hiszen az eredeti tiszta tudat, amely nem név és nem forma, semmilyen jelenséggel nem azonos. És innentől kezdve ez a tárgyatlan, alanyi kérdés, egy idő után visszamegy a csendbe. Amikor már semmi nem jön és nem megy, a kérdés maga visszatér a csendbe úgy, hogy a szóbeliségét elveszti, de a kérdés önmagában megmarad. Ezt ennél jobban nem tudom, és szerintem nem is lehet elmagyarázni. Innentől kezdve már tapasztalni kell azt a paradoxont, hogy a kérdés ott van, de a szavak eltűntek. Oké? Okay? És a pillanat kristálytiszta. A tér zavartalan, a tudat rezenéstelen. Na ekkor ez az eredeti kérdés elérte azt a fokot, hogy már lehet tárgyat elé tenni, mert semmilyen szín alatt nem fog azonosulni vele. Nem fog bemozdulni, széttörni, hullámzani, csak tisztán lát, tisztán hall, tisztán érez, tisztán gondolkodik. Okay? És ekkor a tárgyas kérdés jöhet, akár testérzetre is, vagy egy külső tárgy, hogy mi ez. Oké? Okay. És egy idő után, hogyha ez nagyon jól bejáratódik, akkor megint csak nem kell föltenni a kérdést önmagától, már amikor fogalmat kell alkotni. Fogalmat alkotunk, megkülönböztetünk, emlékezzünk, tehát működik a kompjúter. Oké? Okay. A testérzetek azért fontosak, mert hogyha nem figyelünk rájuk, akkor könnyen betegség lehet belőle, ha túlzottan figyelünk rájuk, akkor is betegség lehet belőle. Értjük? Jó. Köszönöm. Utolsó két kérdés. A testvéreimmel kapcsolatosan alvó a kapcsolatom. Azt fogadjam el, és ne erőltessem a aktív viszonyt. Ha alvó a kapcsolat, az nem baj, csak ne horkoljon. Magyarul ne legyenek ilyen hátad mögötti, vagy egyéb ilyen suska muskák, amikor látod azt, hogy ugyan nem nyílt a kapcsolat, de nem is nagyon alszik, csak a háttérben ott történnek valamik, amik jobb, ha nem történnek. Tehát egy kapcsolatot nyugodtan el lehet altatni úgy, hogy te leírod vagy kimondod, hogy édes testvérem vagy testvéreim, rövid távon nem látom működőképesnek kapcsolatunkat, egy évig nem foglak titeket keresni, utána közös megegyezéssel, igen. És kérlek benneteket, hogy ti is tegyetek eképpen. Adjunk időt egymásnak. Ez lehet? Hát ez már körülbelül évek óta így működik, és anyukám a kapocs közöttünk, tehát minden egyikünk tud mindegyikről, uh -huh. de ugye én elkerültem tőlük 300 kilométerre, így... Elmentél. Rá... Ez nagyon fontos. Elmentem. Igen. Minél messzebbre, tehát egyik országhatártól majdnem a másikig. És ez rendben van. Tehát vannak olyan családi kar... Én 8200 kilométerre mentem csak a magyar család és csoportkarma. Nem elől, hanem helyett. Nekem semmi bajom nem volt, csak találtam valamit, ami kihagyhatatlan volt, Szungszenzen mester tanítása miatt. Nota benne, hogy amennyire szeretem a kimcsit, a rist és a kóreai kaját, nem azért mentem oda Kóreába, hanem miatta. Tehát ha ő alsó bergengóc buddhizmust tanít, akkor én alsó bergengóciába megyek. És kész. Tehát, ha te elmész otthonról, világos, hogy azt a családi karmát, azt a mintázatot nem fogod követni, mert nem akarod, mert valamilyen szinten tarthatatlannak látod. Nagyon-nagyon hasonló érzés. Fontos, hogy amikor kulcsmozzanatok vannak, és ez nem csak a születésnap, karácsony, húsvét, hanem tényleges, kőkemény segítségkérés, akkor félre kell tenni a korábbi tapasztalatokat, véleményeket, önképet, és segíteni egymásnak. Ez sokkal magasabb rendű, mint hogyha állandóan képmutató módon műmossolja, összejárkálunk, jelentés és tartalom nélküli kényszeres időt töltünk egymással, és amikor tényleg segíteni kéne a másiknak, na akkor nem történik semmi, akkor nem veszük fel a telefont. Tehát legyünk annyira őszinték, hogy most ez a kapcsolat nem működik. Nem működik, és kész. Akkor nem kell művelni, mert nincsenek meg az eszközeink rá se belül. Se kívül. Úgyhogy ez az őszintesség az, amely később segíthet. Ez a fajta őszintesség magadhoz és a családhoz az, amely később ezt új alapokra helyezheti, mert eléggé ellentmondásos módon, még ezen körülmények között is, ha a családtagok úgy érzik, hogy te őszinte vagy velük, később megbíznak benned. Oké? Okay? Köszönöm szépen. Szívesen új emberek között, ha vagyok, vagy új társaságban, vannak emberek, akik elsőre szimpatikusak, van akik nem. Vagy valamiért taszít, vagy irritál, és van az, van olyan, hogy később megismerem, és aki erre nem volt szimpatikus, később az lesz. És az lenne a kérdésem, hogy hogy tudnék abba, mert ez zavar, hogy nem látom elsőre, hogy milyen a másik ember, és szeretnék ebbe fejlődni, mi El az kell olvastad Shakespeare-től a tévedések végjátékát. Ez egy fantasztikus tananyag ez ügyben, vagy a sok hűhó semmiért. Ez is nagyon jó hozzá. Úgyhogy én azt javaslom, hogy soha ne higgy a véleményeidnek. Soha ne higgy a projekcióidnak. És amikor beszéltem arról, hogy a tárgyas kérdés, azt az emberek esetében már nagyon érdekes föltenni, hogy te valójában ki vagy. Én hihetlek téged bárkinek. De ha nem töltünk elég időt és nem tapasztaljuk egymást, valójában sohasem tudom meg, hogy ki vagy. Csak a saját szűrőimen keresztül nézlek, csak az van, amit én igaznak szeretnék látni, reményeim és félelmeim határolják be a megismerésedet. És hogyha te lemondasz ezekről a projekciókról, szűrőkről, elvárásokról, akkor és félelem nélkül megismerheted azt az embert, vagy embercsoportot, ahol épp vagy. Én ezt javaslom, mert ezt a tisztánlátás semmi nem pótolja. Kóreában nagyon sok mindenen keresztül mentünk, amiért én mélységesen hálás vagyok, de így a szerzetesi levésnek a négyzetét hajtottuk végre, Koreaiak arrébb mennek 300 kilométert, de ugyanazt a nyelvet beszélik, ugyanazt az ételt eszik, ugyanazt a szerzetesi ruhát viselik. Nagyjából nagy kulturális különbség nem történt, csak a családi ház helyett a templomban vannak. A nyugati, az elment több ezer kilométert, megtanult egy új nyelvet, egy új kultúrát, egy új készletet, és nálunk ez egy teljes vércsere volt úgy, hogy ez csak a járulékos kulturális vonatkozása volt az öreg tanításának, de nem ez volt a cél. Ez csak az eszközrendszer része volt, hogy te akkor legyél szíves csutkáról, nulláról megtanulni mindent újra. Tehát, hogyha nyugaton látod ezt, ez azt jelenti, hogy mennyi el innen. A Koreai nem. Az azt jelenti, hogy gyere ide. Teljesen más. És ez csak a jéghegy csúcsának a hangya bokája. Sokáig nem tudtam koreaiul, csak a gyakorlat tükrében így a karakterek szimpatikusak vagy antipatikusak voltak, ahogy ezt a kérdésedben megfogalmaztad. És egy térben, egy időben voltunk, együttműködtünk, együtt gyakoroltunk, együtt ettünk, de nem értettem, hogy mit mondtak. Aztán megtanultam kóriaiul, és akkor így leborultam a tanítás előtt, mert amit mondtak, a szöges ellentétben volt azzal a jelenléttel, ami addig nyelvezet nélkül nyilvánvalóvá vált. És kiderült, hogy mindig a nyelvi, a szóbeli réteg volt az igaztalan. És amit a jelenlétből érezte, az volt a biztos. Úgy tudunk hazudni magunknak és egymásnak, mint a vízfolyás kőkemény. Na most akkor, ha ezt a kettőt egyszerre látod, a jelenlétet és a szóbeliség nélkülit, illetve a verbális, amit az elme teremt, azt a folyamatos képalkotást a duális hülyeségekkel együtt, akkor látod az illúziót és a valóságot egy térben. Miért van szükség mind a kettőre? Mert mind a kettő tanít. Az egyik azt, hogy mi van, és mire számíts, másik azt, hogy a másik mit állít, minek kéne lennie, de inkább ne legyen. Mert tényleg olyan, mint amikor lábakat festünk a kígyóra. Utána az oknit is húzunk rá, utána a cipőt szerzünk, és a kígyó meghal, mert nem fog táncolni soha. Tehát a realitást addig tudjuk torzítani, hogy már teljesen elvész az igazságérzetünk. Teljesen elvész a helyes percepciónk. Én kívánom azt, hogy legyünk jelen minél többet a zen tiszta terében gyakoroljunk együtt, tapasztaljuk ennek a pillanatnak az egységét, mert ebben a pillanatban összpontosul a múlt, a jelen és a jövő összes karmája mindannyiunk számára. Köszönöm, hogy eljöttetek, és nagy szeretettel várunk vissza.